ma egy egyetemi oktató alkalmazásának, előmenetelének feltétele az, hogy hát tudományos publikációkkal lepje meg a világot. Ez nem feltétlenül egyértelmű öröm, hogy ilyen mértékben kell publikálni, mert hiszen ez nagyon sokszor az oktatás kárára, hátrányára valósul meg. Másrészt még vissza ugyancsak a címmel kapcsolatban, ugye angol nyelvű tudományos közleményekről beszélek, ehhez azt hiszem sok mindent nem kell hozzáfűzni, mert manapság ahhoz, hogy valaki tudományos eredményeket érjen el, és arról a világ értesüljön, ahhoz bizony angol nyelven kell publikálni, és ez például a magyar anyanyelvű kollégáknak nem feltétlenül valami nagy öröm. A harmadik dolog, hogy írás és prezentálásról van szó, ez két külön dolog, ezért mindjárt külön is fogom őket tárgyalni, de természetesen a kettő feltétlenül összefügg egymással. Végül pedig, még mindig a címnél maradva, az ELTE BTK-n folyó munkáról fogok csupán beszélni. Mindenek előtt azért, mert ez az egyetlen olyan terület, amire viszonylag közeli rálátásom van. Az, hogy más egyetemeken pontosan mi történik, arról inkább majd a többi kolléga tud beszámolni. Tehát akkor menjünk is rögtön, ha nem tudom, hogy ezzel kell elmenni. Igen, ott tartunk, hogy íráskurzusok, és itt hadd kezdjem egy saját meglehetősen letaglózó élménnyel. Hajdanában én úgy estem neki az egyetemi szakdolgozatom, tudományos disszertációim, illetve később a magyar és angol nyelvű könyveim és cikkeim megírásának, mint ahogy mondani szokták, tót az anyjának, vérrel, verítékkel sajátítottam el azt a keveset, amit tudok erről az egészről. Hályok Kovácsként írtam, kutattam, holott akár kézenfogva is vezethettek volna. Egy kicsit erről eszembe jut a nagyobbik lányom, akit valamikor 4-5 éves korában levittünk egy úszó tanfolyamra, a TF-re, és ott az edző egyenként ezeket a kisgyerekeket bedobálta a vízbe, a lányom kapálozva, természetesen zokogva kijött, a többi gyereknek a nagy része is, és ezek után a lányom nem is volt többé hajlandó úszni, tanulni, és innen jut eszembe, hogyha mondjuk az az egy-két gyerek, aki benn maradt a vízben, lehet, hogy azokból lettek az olimpiai bajnokok, de talán ez az edző például taníthatta volna azokat a gyerekeket is, akik nem akartak feltétlenül megfulladni. Ezt mind csak azért mondom el, mert az egyetemen nem tanítottak meg írni, nem tanítottak meg kutatni, kutatásmódszert annak a hírét se hallottam, már csak azért sem, mert a nyelvpedagógia, mint olyan, nem is létezett abban a korban, mikor én a pályafutásomat elkezdtem. Ezen változtattunk mi az utóbbi 20-30 évben, és erről szeretnék a továbbiakban beszélni. Tehát ott tartunk, hogy ELTE BTK. Tulajdonképpen 5 olyan programunk, kurzusunk van, ahol próbáljuk felkészíteni a diákjainkat, kollégáinkat arra, hogy angol nyelven publikálni tudjanak. Kezdjük is rögtön az elsővel. Angol szakos hallgatók részére az alapképzés során indítunk íráskurzust, mégpedig Tankó Gyula kollégámnak a vezetésével. Ez 4 fél éves kurzus. Ez alatt felkészítjük a hallgatókat arra, hogy angol szakos, angol nyelvű szakdolgozatot tudjanak elkészíteni. Itt a tudományos íráskészség, vagyis az academic skills az, ami a cél. Változatos tematikájú cikkeket olvasnak, jegyzetelést tanítunk, lényegkiemelése, összefoglalás, átfogalmazás, hivatkozások, idézetek korrekt használata, stilisztikai elemeknek a megfigyelése, szakirodalom, kutatási módszerek megismerése, és így tovább, és így tovább. Tehát minden olyan dolgot megpróbálunk megtanítani az ifjú növendékeknek, amelyek segítik őket ahhoz, hogy később szakdolgozatukat meg tudják írni. Mondom, 2 fél éves tárgy, de van a 3.-4. fél évben egy úgynevezett haladó szintű íráskészség program is, Advanced Writing néven fut. Ez szabadabb és tanár függő, tehát itt nem csupán Tankó Gyula kolléga az, aki dolgozik ezen. Na, menjünk is tovább. A 2. programunk, angolos doktoranduszok részére indítjuk ezt.
az a célja ennek, hogy rövid távon felkészítsék őket a doktori disszertációk megírására, hosszabb távon pedig felkészítsük őket arra, hogy később angol nyelven publikálni tudjanak. Az első fél évben tulajdonképpen ugyanazokat a dolgokat csináljuk, mint amit az imént elmondtam a hallgatóinkkal kapcsolatban, már az alapképzésben résztvevő hallgatóinkkal kapcsolatban, talán kiegészítve azzal, hogy itt a publikálás menetéről is szó van, milyen releváns folyóiratok vannak, amelyekbe érdemes publikálni. Mindenekelőtt ugye manapság a Q1-es és a Quality One a Scopusnak a rendszerére hagyatkozva, hiszen azok a legértékesebb cikkek, amelyek ezekben a folyóiratokban jelennek meg. Önállós kutatási programot hogyan kell megtervezni, tanítjuk nekik. Elméleti, empirikus kutatásról van ez szó, a cikk szerkezete, absztrakt elkészítése, ami tudjuk, hogy életbe vágó ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerüljön egy cikk publikálása. És akkor tulajdonképpen, bocsánat, itt majd később még erre vissza fogok térni, de akkor nézzük meg a harmadik programot, amit nem angolos bölcsészdoktorandusoknak indítunk meg. Ez magyar nyelvű kurzus érdekes módon, mert nem minden nem angolos kolléga tud olyan szinten beszélni, hogy érdemes lenne angol nyelven ezt meghirdetni, ezt Csizér Kata és Illés Éva kollégáim vezetik, de angol nyelvű publikálásra készítjük föl a nem angolos doktorandusokat. Van egy negyedik programunk is, ez bölcsész oktató kedvéért indítjuk meg. Ez egy magyar nyelvű, szintén magyar nyelvű kurzus, de angol nyelvű publikálásra készít föl, ugyanúgy, mint az előbb említett nem angolos bölcsész doktoranduszok számára indított program, és ezt is Csizér Kata és Illés Éva kollégák vezetik. Végül pedig van egy olyan programunk, amely nem csak a BTK-ra korlátozódik, hanem bármely eltés hallgató ezen részt vehet. Ez tulajdonképpen olyan hallgatók számára indítjuk, akik TDK-s dolgozatot szeretnének megírni. Ezt indítjuk angolul is, magyarul is, és Csizér Kata kolléga az, aki ezt vezeti. Na most ehhez kapcsolódóan hadd említsek meg két dolgot. Az egyik ugye, hogy ezeknek a cikkeknek a struktúrája hogyan épül föl, illetve mit tanítunk, hogy hogyan épüljön föl. Ez most itt angolul van, tehát abstraktot ugye kérünk tőlük, hogyan kell egy jó bevezetést megírni, hogyan kell egy jó szakirodalmi áttekintést adni, milyen kutatási kérdések vannak, ez mindig általában a legbonyolultabb dolog, mert ezt valaki nem jól fogalmazza meg, akkor megette a fene, milyen kutatási módszerek vannak, milyen eredmények, az eredményeket hogyan lehet értékelni, és milyen konklúziót lehet levonni, és végül, de nem utolsó sorban természetesen, az irodalmi jegyzék fontosságára is felhívjuk a figyelmet. A másik, amit ugyancsak érdemes egy pillanatra megnézni, ugye, hogy a szó struktúra hogyan néz ki. Megtanítjuk a hallgatóknak azt, hogy milyen terjedelmű folyóiratnál, 5000, 8000 vagy annál hosszabb folyóiratnál körülbelül milyen súlyozást kell megvalósítanunk, milyen hosszú legyen az absztrakt, a bevezetés, és így tovább. Tehát meglehetősen alapos felkészítést akarunk adni. Ennyit az írásról, hát ennél sokkal többet lehet persze mondani, de itt időhatáraim vannak. Térjünk át a prezentálásra. Na most itt ugye az ember fejében fölvetődik az, hogy tulajdonképpen miért és kinek prezentálunk? Egyrészt kiknek tartunk előadást? Ugye vagy a saját hallgatóinknak, ez a gyakoribb eset, vagy pedig konferencia résztvevőknek, akár online, akár jelenléti formában. Tehát ez nyilván ez a kettő, a két legfontosabb célközönség. De az fölvetődik bennem, hogy tulajdonképpen mi a célja egyáltalán egy, mondjuk egy konferencia előadásnak. Általában azt mondjuk, hogy a legfontosabb célja az, hogy informáljon a legújabb tudományos eredményekről, vagy ha én vagyok a kutató, az én kutatásomat bemutassam.
Ugyanakkor én szerintem még több olyan cél van, amelyre érdemes némi figyelmet fordítanunk. Szerintem egy jó előadás, vagy prezentálás ugyanakkor provokál is. Tehát valamilyen módon a hallgatóság figyelmét föl akarja hívni arra, hogy szemben a korábbi kutatási eredménnyel az én kutatási eredményeim mit mutatnak be. Valamint tanácsokat adok, nyilván szerénytelen módon tanácsokat adok, és ugyanakkor egy előadásnak az is értéke, hogy időtakarékos. Tehát sok embernek, viszonylag sok embernek tartok előadást, nem egyenként kell mindenkivel beszélni. És végül van egy utolsó szempont szerintem, és ez pedig a szórakoztatás. A szórakoztatásról mindjárt egy pár mondatot hadd mondjak, hogy nehogy félreértsék. Azt kell, hogy mondjam, és itt jön az előadásomnak a provokatív szakasza, azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen lesújtó tapasztalatokat szereztem, nem csak magyar előadók kapcsán, hanem ha külföldre megyek, akkor is. A legtöbb előadónak, és elnézést kérek, senkit nem akarok megbántani, de úgy érzem, hogy nem jó előadó, jó, most finoman fogalmazok. És már beszéltem kollégákkal, és úgy kérdeztem, hogy mi a véleményük, és tulajdonképpen többen azon a véleményen vannak, hogy az előadás módja, ez nem fontos. A lényeg a magvas gondolatok átadása. Erről eszembe jut egy anekdota. Volt egy brit konzul, valamikor réges-régen, aki évtizedeken keresztül Indiában élt, egy alkalommal angol nyelvű előadást tartott, az 1930-as években volt, tehát amikor India még ugye brit gyarmat volt, az előadás végén egy indiai odalépett ehhez az angol konzulhoz, és udvariasan megkérdezte, mondja konzul úr, ön miért mindig angolul tart előadást? Netán nem tud hindiül? Mire a konzul azt mondta, nem tudok, és nem is érdekel. És nagyon sokszor az előadók, a nem jó előadóknál ez a legnagyobb gond, hogy igazából úgy gondolják, hogy a tudomány olyan komoly dolog, hogy ugyan már Krisztusból ne csináljunk bohócot. És ez a rossz gyakorlat azután áttevődik mindenki másra. Nem kaptak és nem kapnak ilyen jellegű képzést. Ehhez kapcsolódóan akkor rögtön egy kicsit konkrétabb dolgot hadd mondjak, hogy ugye van egy PhD kurzusom, amit a nyelvpedagógia és alkalmazott nyelvészeti doktori kurzuson vezetek, és ennek az a címe, hogy How to give lectures in English. Ez tulajdonképpen kiegészíti a hallgatóknak az írás kurzusát, és a cél értelemszerűen az, hogy az előadói készségeket fejlesszük. A forrás az interneten található különböző TED előadások megnézése, elemzése, és a kurzus vége felé a hallgatóim kis előadásokat tartanak tetszőleges témában, nem feltétlenül ragaszkodva a saját kutatási témájukhoz. Na most a kurzus során tulajdonképpen három dolgot vizsgálunk, illetve elemzünk, a tervezést, a megformálást és a produkciót. És nagyon érdekes dolog, hogy angolul ugye a prezentálás ugyanúgy van, mint magyarul lényegében véve, tehát presentation, azt mondjuk. És a presentation, hogyha egy kicsit megvizsgáljuk ezt a szót, akkor ez tulajdonképpen rokonértelmű szó a presentel, vagyis hát több jelentése van a presentnek, de az egyik jelentése az ajándék. És lényegében véve, amikor mondjuk, ha én a feleségemnek akarok ajándékot venni, vagy igen, mondjuk venni a születésnapjára, akkor ugye először is megtervezem a dolgot, kigondolom azt, hogy minek örülne. Ez a tervezés szakasza. Utána nagyon szépen becsomagolom ezt az ajándékot, miután megvásároltam, ez a megformálás szakasza, és végül mondjuk egy csók vagy ölelés formájában átadom neki az ajándékot, és ez a produkció szakasza. Na most, a tervezéssel kapcsolatban ugye itt több részfolyamat van, ugye itt van a három szakasz, ugye a tervezésben van az ötletelés szakasza, amikor utána van egy vezérfonal, amit megpróbálok kitalálni, a hallgatóságot igyekszem megismerni,
valami önismerettel kell rendelkeznem ahhoz, hogy az előadásomat színvonalasan megtartsam, kell egy szerkezetet, egy ívet adni, és hát többféle típusa van természetesen minden előadásnak, legalább ötfélét föl tudok sorolni, van a spontán előadás, ahol egyszerűen kiállok és beszélek, árad belőlem a szó. Van azután egy másik, amikor jegyzetek alapján dolgozom, ez például az az előadás, amit épp most tartok. Van azután egy olyan is, hogy felolvasom az előadásomat, ehhez sajnos túlságosan sokan ezt választják. Van egy memorizált előadás, amikor én megírom az előadásomat, de olyan fantasztikus emlékező tehetségem van, mint egy színésznek, hogy meg is tudom jegyezni az egészet szinte szóról szóra, és van az ötödik fajta, az meg valamiféle vegyes saláta. A második szakasz ugye a megformálás szakasza, jegyzetek, fogalmazványok, cím, absztrakt, gyors kezdet, gyors vég. Tehát ugye a gyors kezdetnél azért ez borzasztó idegesítő, amikor valaki az előadásánál, egy konferencia előadásnál mondjuk perceken keresztül megköszöni a meghívó félnek, és elkezd arról bájologni, hogy milyen csodálatos városba kerül, és ezzel már elmegy nem mondjuk 5 perc. Azután sztorizni kell, természetesen a témához illő színvonalas történetekre gondolok. Példák, szemléltetés, humor, óvatosnak kell lenni. Diaképek, itt rengeteg hibát elkövetnek az előadók. Olyan diaképeket hoznak, amelyekben, mit tudom, tel is tele van a szöveggel, és akkor azt várják, hogy abból az apró betűből valamit is meg lehet érteni, meg el lehet olvasni. Közben ő beszél, közben a hallgatóság figyelme megoszlik az ő verbalitása és a képek között, és még ehhez a megformáláshoz tartozik persze a kiosztmányok és a handoutoknak a szerepe, kérdés-felelet az előadás végén, vagy akár közben a hallgatóság kérdezhet. És végül a produkció, ugye a deliveringnek a része, ahol az embernek le kell győzni a lámpalázát, már amennyire ez lehetséges, időben érkezni, rengeteg előadó folyamatosan késik, arról nem beszélve, aztán késve fejezi be az előadását, szemkontaktus, hanglejtés, mozgás, és így tovább, tehát rengeteg dolog. És végül, de nem utolsó sorban, itt van az utolsó diaképem, nem anyanyelvű előadók. Odaírtam, hogy mi nyomorult nem anyanyelvű előadók, és ezt félre ne értsék, de egy nem angol anyanyelvű előadó természetesen sokkal nehezebb helyzetben van, mint egy angol anyanyelvű, hiszen a nyelvet nem tudjuk azon a szinten, mint egy angol anyanyelvű. Mit lehet tenni ennek érdekében? Nyilván sokkal alaposabban föl kell készülni. Ugyanakkor egy nem anyanyelvű, nem angol anyanyelvű előadónál megbocsátják azt, hogyha ilyen-olyan hibákat ejt, és természetesen a nem angol anyanyelvű előadónak hát nem árt, hogyha van önbizalma. Végül, ha valakit netán még érdekel, van egy könyv, amit épp az előadásról írtam, ez a Milyen a jó előadó című könyv, ebből elég sok mindent meg lehet tudni, de a világért se szeretnék itt valami kioktató lenni, hiszen semmivel nem tartom magam jobb publikálónak, vagy jobb előadónak, mint számtalan kollégámat, úgyhogy talán ezen a ponton be is fejezem, megköszönve figyelmüket.